Ennek a nőnek az arca volt az egyetlen kép, amely a békeidőből maradt, és túlélte a háborút. De vajon tényleg látta ezt a nőt? Vagy csak valahol elméje konstruálta, hogy túl tudja élni azt az őrületet, ami ezután következett? 1962-ben Chris Marker elkészítette a Kilátó terasz című filmjét. A film mindössze 28 perc, és igazából nem is egy klasszikus film. Fényképekből áll, és egy narrációt kapunk mellé, mégis a történet annyira izgalmas, hogy egész egyszerűen kevés olyan filmet látunk, ami ennyire magával ragad. És ezt az érzelmek miatt teszi. Az érzelmek annyira erősek, hogy elejétől a végéig magunkban érezzük a főhőst, az ő szenvedését, az ő elkeseredett harcát, hogy megtalálja azt a nőt, akit soha nem tudott elfelejteni azóta, hogy gyermekkorában Párizsban, az Orly repülőtéren, a kilátó teraszon megpillantotta. És hát a filmben ugye egy kitalált science fiction történettel van dolgunk. Párizsban és ugye az egész világban a harmadik világháború mindent elpusztított. Egy nukleáris háború után radioaktivitás miatt az emberek a föld alatt élnek, és főhősünkkel egy kísérletet hajtanak végre. Megpróbálják az időutazást, megpróbálják az ő elméjén keresztül elérni a múltat, és aztán a jövőt, megpróbálják megakadályozni azt, ami történt, illetve a jövőből megoldást hozni azokra a problémákra, amikkel akkor szembenéznek. Az időutazás sikeres lesz. Hogy ez tényleg időutazás-e, vagy csak egy álom, vagy csak az elméjében létrejött, konstruált világ, azt ránk bízza a filmrendező. Mégis sikerül neki a múltban megtalálni azt a nőt, akit sohasem felejtett. Akinek a képe olyan erős volt, hogy sikerült általa mindent túlélnie. Minden olyan dolgot túlélnie, amit mások nem tudtak. És amikor megtalálja, akkor igazából élete legszebb pillanatait éli át. Még ha ez csak egy elképzelt világ és egy álom, vagy hát ki tudja, hogy micsoda. De az idő múlásával és a kísérlet végeztével rá kell jönnie, el kell búcsúznia ettől a nőtől, ettől az emlékképtől, ettől a boldog időtől, és elviszik őt a jövőben, ahol találkozik olyan emberekkel, akiknek megoldása van az energia problémákra, és minden egyéb problémára, amivel ők szembenéznek a háború után. De bár befogadnák őt a jövő világában, nem akar ott maradni, ő vissza akar menni a múltba, ahol a kilátó teraszon ismét utoljára észreveszi a nőt, kétségbe esetten fut oda, de rá kell jönnie, hogy ez halálának a pillanata, nem tudja az időt túllépni, nem tudja az időt így módon befolyásolni, nem tudja a saját idejét meghosszabbítani, és ezzel kapunk valamit, ami teljes libabőr. A létezésnek egy olyan szintje, egy olyan betekintés a létezés világába, amit ebben a 28 percben pusztán fényképekkel és narrációval képes volt a rendező átadni, valami megmagyarázhatatlan, mégis érezhető módon, amit mindannyian magunkkal viszünk, és talán mindannyiunkban felmerül az, hogy újra és újra kéne ezt a filmet nézni,
Mert valamit belőle lehet érezni, amit érteni soha nem fogunk, mégis nagyon fontos számunkra, és ott van ebben a képben, ott van ebben a kilátó teraszon, megmaradt képben a nő arcában, és a férfi örök sóvárgásában és reményében, hogy megtalálja, és talán vele marad. És talán ezáltal a film is velünk marad, magunkkal visszük, és ha így van, akkor igazán jól járunk vele, hiszen különleges, nem mindennapi alkotás. Ha tetszett a filmelemzés, akkor kérlek iratkozzál fel, ha még nem tetted, lájkold a videót, ajánld másoknak, hogy hozzájuk is eljuthasson. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!